Sokkal nyugdíjas vagyok. Egyedül élek. Nehéz az élet. Nem tudom, ez a világ ez már tényleg egyre rosszabb lesz. Itt ki fog törni előbb-utóbb a háború, aztán ennyi. Az elmúlt bő egy évben közel 20%-kal nőtt az infláció Magyarországon. Ez sehol sem kímélte a lakosság pénztárcáját, mi azonban ellátogattunk az ország egyik legszegényebb régiójába, az Ormánságba, hogy az itt élőket arról kérdezzük, hogy élik meg mindezt a hétköznapokban. Három gyerekem van itt, mindegyik hozza nekem az ennivalót, és így, mert 55 ezer forintba adjon föl számlákat, mi marad semmi se. Én 30-ból élek. 30 ezeret kapok, ha mondta ezt a kincstártó. És ebből kell élnem. És van olyan, amire mondjuk korábban jutott, és most megpróbálnak spórolni? Ó, ha hogy ne. Hát azért akkor 30-ból jobban megértünk, mint most. Most nem tudunk. 30-ból mit? Jövök 5 ezer forint, és még kenyeret se vettem. Nagyon drága. Úgyhogy nem tudunk. Sajnos ez van. Be kell érnünk ezzel, ami van. Nem tudunk mit csinálni. Ebben a régióban élő embereknek sokkal nagyobb az infláció hatása, mint általában a városban élő embereknek. Gyakorlatilag itt minden drágább. Ha a élelmiszer részét nézzük, akkor ugye nincs bolt. Az ormánsági települések 70-80%-án nincs helyben bolt, mozgóárus van, és a mozgóárusok hát minimum a dupláját árulják a termékeiket, mint mondjuk egy városban egy nagy áruházlánc, vagy egy városi bolt. Tehát ez az egyik része. A másik része az a nem közvetlenül látható infláció, ami a szolgáltatások elérésének a költsége, az is jelentősen megnövekedett. Ugye nincs helyben orvos, nincs helyben iskola, nincs helyben óvoda, hétvégén a gyógyszertár, ha valaki szüksége van valakinek orvosra vagy gyógyszerre, akkor 40-50 kilométert kell autózni ahhoz, hogy kiváltsa a gyógyszereit. Tehát ez is jelentősen megdrágítja az itteni életet. A kenyér is majdnem 1000 forint. És akkor mit akarok én? Bármi, elmegyek dolgozni, kérek 1500 forintos órabért, kiröhögnek. Hát akkor hol vagyunk? Melyik bolygón vagyunk most? Mert szerintem eltévedtünk egy kicsit. Ez nagyon gáz. Én szerintem. Hát itt a legtöbb ez a zőkormányzatnál, amit dolgozok az emberek. Meg bejárnak be Pécsre, meg Szigetváró, ilyen bérben, én havonta, hogy két hetekét, amit kapnak. És ön szokott boltba járni? Mit tapasztalt? Nagyon itt drágák lettek a dolgok? A drágák, igen. Például máma is vettem ekkora ilyen sajt, vagy ilyen almás, 450 forint. Hát 1000 forint, már nem is lehet elmenni, így várni. Az anyag nagyon drág, főleg ezek a autók járnak ide, ezek a mozgó járművek, ezek mindegyik annyit kér, amennyit akar. És rá vagyunk szorulva, mert tudják, hogy nincs bolt, és innen veszünk. Innen kell vennünk, ha akarunk minimális dolgot, ami olyan, hogy most mindennapos kenyér, meg ilyen. Hát egy kenyérről valamelyik kér 700 forintot, valamelyik kér többet, 726, valamelyik kevesebbet, valamennyiért. Ugyanúgy zsemle 80 forint, vagy 60 forint. Mindegyik mást kér, mindegyik többet kér, tehát nem kevesebbet, többet. Úgyhogy ez nem igaz az, hogy mi meg tudunk élni ebből a pénzből, amit ők mondanak. És van esetleg olyan, amire mondjuk egy évvel ezelőtt még jutott, de most már megnézik, és inkább nem veszik meg? Igen. Hát például a hús, hát azzal nagyon-nagyon ott vagyunk, hát nagyon drágán adják. Még a combhúst is, azt a csirkecombot is, meg a hátdisznóst nem is veszünk. Úgy kaptam a tévét is, úgy kapom a szekrényt is, még azt az ágyat is úgy kaptam tőlük. A hűtőt is úgy kaptam egy szomszédtól. Hát így vagyok, de elég is volna nekem ez. Csak ne lennék beteg. Közmunka, az mi? Semmi. 77 ezer forint, vagy mennyi, nem tudom most. Tényleg nem akarok hülyeséget mondani.
De van, aki egyáltalán nem is tud dolgozni, mert nincs sehol munka, nem veszik föl. Azokra az emberekre egyáltalán nem gondolnak, akinek nem sikerült megszerezni 8 általánost, az még WC pucolónak se kell. Nem tudom, ez a világ, ez már tényleg egyre rosszabb lesz. Itt ki fog törni előbb-utóbb a háború, aztán ennyi. Lehet, hogy arra is mennek pont, hogy ne legyenek emberek, vagy nem tudom. Katasztrófa.